vagyunk ismételten 60-ban a Grassalkovics kastély gyönyörű dísztermében. A Szabó Zsolt évértékelőjére érkeztünk, hiszen most már hagyományosan minden esztendőben így február elején összefoglalja az elmúlt esztendő térségben történt eredményeit, fejlesztéseit. Kérdések segítségével lesz ez az összefoglaló, most már ez is szokásosan így szokott történni. Kolléganőm Déri Steffi, belpolitikai újságíró, a Hír TV szerkesztője lesz a segítségemre. Köszöntelek szeretettel. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit sok szeretettel. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önökkel. Kezdjük is akkor képviselő úr kérdéseivel, illetve a válaszokkal. Egy nagyon komoly esztendő van mögöttünk, hiszen az elmúlt esztendő 2021 ismételten a Covid jegyében telt el, a pandémia jegyében, és természetesen, ahogy az egész országot, úgy 60-t sem kerülhette el. Hogyan értékeli ennek tekintetében az elmúlt esztendőt, képviselő úr? Nagyon nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, különös tisztelettel a kedves vendégeket. Számomra mindig meghatott járja át a lelkemet, amikor itt ebben a gyönyörű díszteremben és ennyi általam ismert, pozitív gondolkodású jó ember gyűlik össze. Tényleg ez hihetetlen jó esőérzés, még akkor is, hogyha a figyelem tükrébe esek elsősorban. A Covid időszak egy nagyon érdekes időszak. Nekem három gondolatom van összességében róla. Egyrészt nagyon nagy kihívás. Egy olyan dolgot kellett megtanulnunk, amit előtte csak álmainkban tudtuk elképzelni. Olvastunk mi Afrikáról, Ázsiáról, különböző vírusfertőzésekről, egyéb dolgokról, de azt nekünk azt mondják, hogy nem jöhetünk ki a házunkból, vagy otthon kell maradni karanténba, vagy hogy nem találkozhatunk a barátainkkal, vagy nem ülhetünk le, vagy hogy állandóan azt kell számolni, hogy hanyan vagyunk, bemegyünk, nem megyünk be, milyen rendezvény, stb. Ezt nem gondoltuk volna. A másik probléma, amitől hirtelen megijedtünk, átéltünk mi egy válságot nem régen, 2008-2009, az töredék volt ehhez képest, és akkor minket megrettentett a világ, megrettentett a gazdaság, az, hogy munkahelyeket vesztettünk el. És attól féltünk, hogy nehogy a mi munkahelyünk kerüljön veszélybe, és ilyen megélhetésünk maradjon meg. És a harmadik, ami nekem meglepetés volt, hogy hihetetlen erővel állt föl a térség, de maga a nemzet, maga az ország, mindenki küzdött, mindenki dolgozott, és mindenki alkalmazkodott. És ez tényleg minden területre igaz volt. Tehát számomra nagyon pozitív a magyar lelkünk, vagy az embereknek a pozitív gondolkodásából eredő kisugárzás jött le, és ez nekem tényleg nagyon pozitív volt. Bárcsak a vírus ne lenne, de itt van, ezt kell elfogadnunk, viszont nagyon örülök, hogy mindenki küzdés ellen áll. Azért nem volt könnyű helyzet ez a pandémiás időszak. A választókerületben élőket mennyire viselte meg ez az új helyzet, amivel még soha senki sem találkozott? Szerintem nagyon. Tehát én azt látom, hogy társadalmi, szociális hálózatok, rendszerek, közösségek bomlottak föl. Tudok olyan nyugdíjas közösségről, ahol a tagok egyharmada jár, mert a többiek félnek. Tudok olyan iskolai osztályokról, ahol mind a mai napig nem állt helyre a rend, konfrontációk vannak. Tehát nincs nyugalom. Tudok olyan munkahelyi közösségekről, ahol annyira ráálltak a távmunkára, hogy van, aki a saját kollégáid nem ismeri. És ezek negatívak a emberi gondolkodás, normál emberi gondolkodás, józan paraszti szempontjából. A másik oldalon viszont tényleg itt is volt hozadéka, hiszen nagyon pozitív elemek voltak, utalok itt például a szíveskés mozgalomra, utalok az egymásra való gondolkodásra, utalok arra, amikor gyűjtéseket szervezünk, hogy az emberek mennyire pozitívan állnak hozzá, és segítenek. Segítenek nem csak az embertársaikon, hanem például állatokon, környezeten. Tehát hozott pozitívat is. Jobban összezártak, összefogtak az emberek? Mindenképpen. Ez mindenképpen. Nekem a csúcsok azok az önkormányzatok, tehát ahogy a polgármesterek, képviselőtestületek, hogy kezelték ezt az időszakot, ahogy dolgoztak az egész rendszerért, működött. Nem szűntek meg a települések, és ez tényleg pozitív. Tegyük is akkor hozzá, hogy szeretettel köszöntjük egyébként a közönséget, akik a térség közéleti szereplői, és a polgármesterek, akikről ön szólt, hiszen a település polgármesterei is itt vannak körünkben. Járta a vidéket, mit tapasztalt a vállalkozások
az üzleti vállalkozások hogy tudták átvészelni a pandémia időszakát? Egyrészt a vállalkozó az mindig túlélését küzd, tehát azt szokták mondani, hogy a vállalkozó tudja, hogy hogyan maradjon talpon minden időszakban. De hála az énnek, hogy a kormány akár adózásba utalok, itt iparűzési adócsökkentés, akár pedig vállalkozói adókba, támogatásokba, munkahely megtartó, munkahelyteremtő támogatásokba nagyon sok pozitív példa volt. A vállalkozások dolgoztak. Aki csak tudta, ment. A legnagyobb vesztesei talán a szálláshelyi adók és a turisztikai, tehát éttermek, ők voltak. De ők is, főleg itt már a második időszakban, amikor voltak engedmények, tehát lehetett menni vendégség mondjuk egy étterembe, akkor ezt egész jól átvészelték relatíve. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a vállalkozók küzdöttek, nagyon szépen küzdöttek, és most a gazdasági teljesítő képességünk az előző évhez képest egy nagymértékű emelkedést hoz, és pont ennek köszönhetően nagyon sok pozitív hozadéka van a társadalomnak is ennek. Úgyhogy köszönjük szépen a vállalkozóknak azt a munkát, amit elvégeztek, amit tettek. A járványkezelésben kulcs szerepük van a frontvonalban dolgozóknak, volt is és van is, és akkor itt most ugye az orvosokra, az ápolókra, a nővérekre gondolok, de hogy itt a körzet egészségügyi intézményei hogyan bírták ezt a terhelést, hogyan bírják ezt a nyomást? Hát a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki topon volt, és ott volt. Akár az körzeti orvosi rendelők, oltások. Tehát én nekem hihetetlen, de amikor hétvégét is nem kimérve a körzeti orvosok folyamatosan oltanak, amikor jön egy beteg, azt, mint a villám próbálják lekezelni, a kórházban dolgozók, ott sokan nem cserélnénk, akik azokon az osztályokon dolgoznak, ahol a Covid jelen van. És ezeket halljuk, látjuk, mert vannak ott barátok, ismerősök, az orvosok, a nővérek, de mindenféle személyzet, szakszemélyzet tényleg topon van. És hát a mentősök, akik szállítják a beteget. Tehát számomra a leginkább emberi az, amikor tudom, hogy megfertőződhetek. Tudom, hogy kockáztatom a saját életemet, és mégis megteszek mindent. Tudom, hogy amikor kezelek egy beteget, és mondjuk nincs beoltva, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a kórt az úgy hordozza, hogy az veszélyes. És mégis megteszek mindent. Tehát csodálatra méltó. Nagyon sok barátom, ismerősöm úgy került ki, hogy azt mondta, hogy annak köszönheti az életét, hogy odafigyeltek. Azoknak az anyagoknak, szereknek, orvosi bánásnak, nővér. Ugye itt a természet diktál. Tehát a természet, ha úgy dönt, hogy valaki elmegy közülünk, akkor sajnos az elmegy. De én azt mondom, hogy hála az égnek, hogy nagyon sok pozitív esemény van, és ezért nagyon hálásak vagyunk valamennyi egészségügyi dolgozónak. Amit még szeretnék elmondani, hogy talán a legnagyobb teher volt a térségre, hogy sokan meghaltak, elmentek. Olyanok, akik barátok, ismerősök, akikkel előtte minden második, harmadik nap összefutottam, kezet fogtam, beszéltem, nekem ezek a legfájóbb pontok. Ezek a személyes tragédiák. És ott van nagyon sok hivatás képviselője, akik szintén segítettek, ott voltak a frontvonalban, mondhatjuk ezt a szót. Megpróbáltam összeérni, nehogy kimaradjon valaki, de majd ön segít. A rendőrök, a katonák, a polgárőrök, a tűzoltók, a pedagógusok, a szociális területen dolgozók. Ők mind ott voltak. Nem álltak le az intézményeink. Ez, amit az előbb is említettem. Tehát a járási hivatalban dolgozóktól kezdődően, az önkormányzatoknál dolgozók, ment a segélyezés, mentek az idős otthonok, ment a szociális ellátás, ugyanúgy kihordták az ebédet, kiment a postás, ott voltak a tűzoltók, a rendőrök, hát a rendőröket többszörös nagy feladat. Tehát ők a déli határon is védik a határainkat, meg itt is helytálltak, és le a kalappal előttük. De tudnám sorolni, hogy mennyi területen a pedagógusok, óvodapedagógusok, a dajkák, a bölcsőjében dolgozók, és valamennyi hivatalt fel tudnám, de a művelősi házak, múzeumok, közintézmények mindenütt toppon voltak. Én nem tudom, hogy amikor valamikor még a régi Ho Chi Minh-en vagy Eszterházi Egyetemen valamikor oktatták például a pedagógusokat, hogy a digitális távoktatást tanították-e nekik. De szerintem most azért mindennyiunkat falhoz állított ez az egész Covid időszak. Mi nagyon hálásak vagyunk, tehát minden politikus, de ez a polgármesterekkel, ahogy beszélgetek, ők is elmondják, hogy végtelen nagy hála. A konyhás néni, aki úgy ment be dolgozni, hogy tudta, hogy veszélyeztetett, mert abban a korban van, vagy olyan betegséggel küzd. És bement, és minden nap megfőzött. Tehát ezek ilyen egyedi, csodálatra méltó dolgok.
Mindeközben a nemzeti kormány nem hagyta magára az embereket. Mennyire érezték a térségben élők, hogy van és volt is segítség? Egyrészt pozitívan jöttek azok a nyilatkozatok, azok a dolgok, amiket éreztünk, hogy nagyon fontos. Tehát akár a pénzügyi háttér megteremtése. Lehet azt mondani, hogy most valami túlzás, vagy valami kevés, de folyamatosan ott volt a lehetőség. És itt az orvosi ellátásra, a kórházak működésének az anyagi biztosítására, valamennyi szolgáltatás biztosítására, a vállalkozók támogatására, önkormányzatok megsegítésére, például a tisztítószerek, tisztálkodószerek, azoknak az ellátása, az, hogy az elején emlékszünk, mekkora maszk hiány volt, pillanatokat lépett a kormány, behozta a maszkokat, amikor szintet léptünk a maszkon, mert már profib kellett, akkor a profib maszk, amikor a vitaminok, oltóanyag, tehát csak meg kell gondolni, hogy európai országok a fele akkora tempóban mentek oltásba, mi pedig több helyről, több formába. Lehet azt mondani, hogy mert milyen megállapodást kötöttünk, és onnan mi hoztunk 2 millió oltóanyagot. Azért, hogy legyen. Hogy aki úgy dönt, hogy olyat kérek, az legyen. Tehát lehetett érezni a kormány segítségét, és nem csak nyilatkozatokban, hanem tényleges tettekben is. Bárki bármit mond, a tett minősíti az embert, és ez nagyon igaz. Érezni lehetett, hogy ott van a kormány minden mögött, hiszen ugyan pandémia volt, de hát az élet nem állhatott meg, tehát a megkezdett fejlesztéseket, beruházásokat folytatni kellett, és ugyanígy itt 60 heves térségében is. Melyek ezek, amit kiemelne képviselő úr? Nagyon nehéz röviden megfogalmazni. Ez az a téma, amiről akár éjszakákat el tudnék beszélgetni és tudnék mondani. Jelen pillanatban is több mint 1000 pályázat van. Van, ami be van adva, van, ami fut, készül, és van, ami épp az átadás pillanatában vagy már átadtunk. Nincs olyan terület, ami igényként fölmerült az önkormányzatok részéről, hogy ne lenne valamilyen szinten pályázattal valahogy kezelve, és bármely területet kivehetjük ezekből a területekből. Mi az, ami kiemelkedő? Minden, tehát azon ki, nem utalva arra, hogy kivégzi ezt a fejlesztést, szeretném elmondani az utakat. Én arra vagyok a legbüszkébb. Mikor a országgyűlési tevékenységemet ebben a térségben elkezdtem, szinte kivétel nélkül valamennyi út rossz volt. Mindannyian emlékszünk a Helyréd-Nagykökényesi útra, ezt azért emlegetem, mert az volt az első. De mindannyian emlékszünk az M3 heves Kisköré útra, ami már nagyrészt megvan, már csak a kopó réteg megy rá tavasszal. De mindannyian emlékszünk a Csányi útra, a Nagykökényesi útra, a Rózsa-Szücsi útra, az Apci útra, az Ecsédire, és tudom sorolni, végig mehetek, még van hátra közel 40 kilométernyi utam, ez is megvesz. Jelen pillanatban utat építünk Tarnaörs-Visznek térségébe, nem sokára indul a Tarna-Szent Miklós Pélyi út, van még hátra jó pár utunk, de Ludason szeretnénk megcsinálni, Karácsondon, és sorolnám. Olyan útügyeket sikerült megoldani, amik előtte évtizedeken keresztül nem sikerült megoldani. Például Gyöngyös Halász, Gyöngyös keleti része, az Egri út, vagy ha úgy tetszik, Hegedes-Strádának a megcsinálása. Nem sok, másfél-két kilométer, de Gyöngyös Halász kijárhat abba az irányba az ipari területekre, és az ott élők mehetnek oda dolgozni. A másik, ami számomra nagyon fontos, az mindenképpen a bölcsödék, óvodák, iskolák. A gyermekeinkről van szó, hála az égnek nagyjából megduplázódott a gyermekszületés száma, és ez szépen jön fölfelé. Olyan településeken, ahol korábban 8 gyerek volt egy évben, most mondjuk 18 gyerek van. Tehát ilyen szinten lehet ezt látni, és ennek az intézményi háttere fontos, hogy rendben legyen. Épp a múltkor néztem végig, hogy a most elindult, vagy most folyamatban lévő KEOP 522, ami Szücsi Rózsa és Ecsé településen zajlik, fűtéskorszerűsítés, vagy a Horthy iskola fűtéskorszerűsítése, hogy ez az ott lévő gyerekeknek, hogy ez mennyire fontos. Az, hogy több helyen már folyamatban van a bölcsőépítés, több mint 10 bölcsőt fogunk most építeni, ez megint csak nagyon fontos. És hát fontosak a belterületi utak, járdák, fontosak a munkahelyet teremtő beruházások, ezek is történnek. Utalok itt 60-ban, ugye itt is több beruházás van folyamatban. És hát ne felejtsük el, hogy vannak nagy zászlós hajóink, 60 Albert-Schweitzer kórház. 2008-ban a szocialisták kimondták, ezt be kell zárni, ez nem kell.
Nekünk, 60-iaknak, a térségbe élőknek halálosan fontos ez a kórház. Nem mindegy, hogy 5 percet visznek bennünket kórházba, 5 perc távolságra, vagy Budapestre mondjuk 1 óra távolságra. Nagyon nem mindegy. És hát most a szinte utolsó, az ékszerdoboz utolsó gyémántja kerül föl, hiszen a STK belső felújítása, a liftek, gépek beszerzése, belső felújítás, 300 millió forintot nyertünk, épp a héten lett bejelentve. Az elmúlt időszakban egyébként a kórház több mint, vagy közel 10 milliárd forinttal fejlődött. És nincs olyan intézmény, ahol ne tudnánk azt, hogy itt valamit építünk, javítunk, fejlesztünk, méltó körülményeket teszünk. Ez ilyen lelkesedés, tehát egy ilyen fontos, hogy összedolgozzunk, csapatmunka legyen. Ha nem lennének az itt ülő emberek, és nem tartanánk össze, akkor ez nem menne magától. A legnagyobb fejlesztések egyébként uniós forrásokból valósulnak meg, de a Magyar Falu program keretében nagyon sok kis település jut forrásokhoz. Élnek ezzel a lehetőséggel a helyi önkormányzatok? Hát élnek, sőt inkább az a baj, hogy minden polgármester ott kezdi, hogy ez még, ez jellemző. A Magyar Falu egy olyan szegmenst pótol, amit egyébként korábban az önkormányzatok nyakába volt dobva az istánk, hogy na, old meg, ahogy akarod. Na most az önkormányzatoknak saját bevétele nincs, vagy kevés. Ott, ahol nincs nagyipari üzem, nincs iparizés alul bevétel. Úgyhogy most jelen pillanatban két pályázati rendszer van. Az egyik a magyar kormány és az Európai Unió által adott fejlesztési források. Ez relatív nagyok. Például most indul a TOP Plus, következő időszaki fejlesztés. A másik pedig ugye a Magyar Falu, ahol nagyon picikétől, mondjuk egy 2 milliós temetőberuházástól egész egy 15 milliós útépítésig, belterületi útépítésig sok minden van. Nincs olyan település, nincs olyan falu, aki ne nyerne pályázatot folyamatosan minden évben. Van olyan település, amelyik 6-8 pályázattal küzd és intézi. Szerencsére a Magyar Falura az jellemző, hogy könnyű pályázni, könnyű kitölteni, gyorsan megy, kap az önkormányzat, kap az egyház pénz belőle, és hát kapnak a civil szervezetek. Egy különböző finanszírozási formákról beszélünk, ugye, de hát a kormány egyik legnagyobb segítségnyújtása ugye a családtámogatási rendszer, ami különösképpen fontos a vidéki településeken élőknek, és itt nem csak a családokat, az egyéni, a személyeket kell talán megemlíteni, hanem a lokálpatriótákat, akik őrzik a hagyományokat, egyesületeket például. Azt szeretném elmondani, hogy én mindig optimista vagyok, nagyon pozitívan gondolkodom, és mindig előre lépni az az egy szemlehetőség, mindig fölfelé, bővebben. A kormány szerencsére nagyon jól látja azt a dolgot, hogy szülessen minél több gyermek. Mert ha gyermek van, akkor a közintézmények működnek, akkor szükség van plusz munkaerőre, hogy a bölcsödék, óvodák, iskolák azok tudjanak működni, akkor van élet a faluba, akkor fiatal családok jönnek. Jó példákat tudok mondani, ott van például Ludas, ahol egyszerűen hihetetlen módon növekszik a lakosság. Újra nyitottuk a korábban bezárt általános iskolát. Én annak vagyok a híve, hogy iskolát nem bezárunk, hanem nyitunk. Óvodát nem bezárunk, hanem bővítünk. A térségben most 4 helyen történik óvoda bővítés, és több hely kellene még. Mint említettem, több helyen épül bölcsőde. Tehát magyarul azt szeretném ebből érzékeltetni, hogy az a családtámogatási rendszer, ami a fiataloknak az otthonhoz jutását, nagyon sok vidéki rossz állapotú házat megvettek fiatalok és újítanak föl. Akkor az, hogy vállald el a gyereket és kapsz gyermekenként segítséget, támogatást, akár személyi jövedelemadó visszatérítést, most 600 milliárd forintot kaptak vissza a családok, akik gyermeket nevelnek. Akár pedig arra vonatkozóan, hogy kapsz hitelt, arra, kamatmentes hitelt, támogatást, hogy tudj építkezni, tud rendbe rakni az életed. Akár az, hogy mi nem elvonjuk vagy megszüntetjük az anyák támogatását, mint 2008-2009-ben a Gyurcsány kormány idején történt, hanem mi adjuk ezeket a támogatásokat. És látszik, hogy a gyerek születés szám növekszik. Nagyon sok településen ez így van, példát mondok, Boconád. Itt az előbb említettem, hogy mennyire nőtt a született gyerek létszám, de nagyon sok településen már úgy kell az óvodai férőhelyet osztogatni, hogy ja Istenem, csak beleférjek, ilyen például Gyöngyöshalász, hogy mondjak más települési, de szinte minden településen tervezik ezt a bővítést. Ez a családtámogatási rendszernek köszönhető. A másik dolog, hogy a kormány a családokat támogatja,
itt a házasságok száma folyamatosan növekszik, a fiatalok egyre inkább gondolkodnak családcentrikusan, és ez pozitív. Nagy terület a nyugdíjasok kérdése. Az, ugye a munka alapon gondolkodunk, aki az országért dolgozott, tett le az asztalra, az megérdemli, hogy a mostani hozadékból, a mostani hozamból, a mostani nyereségből kapjon. Ugye ez a nyugdíjprémium 80 ezer forint volt, a múlt év végén lett ugye ez kifizetve, hát most pedig a 13. havi nyugdíjat, amit a korábbi kormányok elvontak, azokat adjuk vissza. Egyébként jellemző a korábbi kormányra, a szocialista kormányra, hogy hol támogatja ezt a kérdést, hol azt mondja, hogy nem jó ez a kérdés. Mindig van okos ember, aki a pályán kívül bekiabál a meccsre, mintha értene a focihoz. De valójában a focit, az focizni kell, ott kell lenni, meg kell csinálni, és a kormány úgy gondolom, hogy ezen a területen sokat lépett előre. Fiatalok. Én is nagyon örültem, amikor kezdő fiatalként elkezdtem dolgozni, hogy valaki segített. A kezét nyújtotta, hogy ebbe vagy abba vagy amabba. Szerintem ez a 25 év alattiak személyi jövedelem a mentessége, szerintem egy teljesen pozitív dolog. Van, aki több tízezer forintot kap, többletet havonta. Ez jó arra, hogy az életbe elinduljon, mondjuk ne egy nadrágja legyen, vegyen magának még kettőt. Tehát ilyen egyszerű dolgokra is lefordítva ez a napi élet, ami számunkra fontos. A civil társadalom az nagyon fontos, de az a civil társadalom, aki önként vállal a feladatot, például kutyamenhelyet üzemeltet, vagy például egy területen segít a rászorulóknak. Ezeket a civil szervezeteket segítjük, támogatjuk. Magyar Falu, NEA, tehát a Nemzeti Együttműködési Alap, és most olyan lehetőség van, amit ők el tudnak érni. És ebben komoly lehetőségek vannak. Én azt látom, hogy meg 5-6-szorozódott, 8-szorozódott azon civil szervezetek száma itt a térségben, amelyek nagyon aktívan dolgoznak. De mondok egy másikat, a nyugdíjas klubok. A nyugdíjas klubok, ők egymásra figyelnek. Ott olyan azonos korosztály, vagy idős korosztály, akik együtt nőttek föl, és tudják, hogy most ő beteg, elmegyünk hozzá, meglátogatjuk, ő vele baj van, neki főzni kell, tehát lelkesek, föllépnek, néptáncolnak. Tehát van egy olyan aktivitás, ami ezt magával hozza. A helyi szinten a gyökerek, a múltból örökölt gyökereink, a kapcsolat a szülőföldhöz, kapcsolat a nemzethez, ennél fontosabb nincs. És ezt kell segítenünk, támogatnunk minden eszközzel, minden eszközzel. Képviselőjelölt úr azt mondta az előbb, hogy az előrelépésben hisz. Milyen tervek vannak a jövőre vonatkozóan? Milyen beruházásokra számíthatnak még az itt élők? Ha megkérdezünk bárkit, hogy mi a legfontosabb, akkor 20 ötletből mindig az út az első, amelyik nyer, mindenki azt mondja. Most az elmúlt év őszén, meg már most tavasszal is polgármesterekkel bejártuk a települések belterületi útjait, hogy mennyi van még, amit meg kell csinálni. És az a cél, hogy ami most kijön topluszos pályázat, minden település meg tudja valósítani pályázatból a belterületi utakat. Talán ez az egyik legfontosabb. A másik, hogy nagyon sok olyan kerékpárút elemünk van, amit mi találtunk ki, és nagyon fontos lenne befejezni. Mondok egy dolgot. Zagyva projekt. Ezt úgy indítottuk el, hogy turisztikában sikerült pályázni a Zagyva gáton egy kerékpárútra, 60 és Boldog között. Most már ez akkor 10-11 kilométernyi kerékpárút volt. A turisztikához kellett egy ilyen parkot is készíteni. Annak köszönhető, hogy 60-ban ma van egy ilyen élő állatokat bemutató park és egy ilyen állatkertszerűség. És erre felfűzve már itt van az Euróveló Budapest felé egy nyomvonalon, épülnek a szakaszok egyre inkább, és hát például a határ felől, a felvidéki határ felől, Nógrád megye felől jön végig a kerékpárút velünk szembe, mi pedig fordulunk rá Rózsaszentmáton, Szűcsi, Gyöngyös vonalon Eger irányába és a Tiszató irányába. De ugyanúgy épülnek Heves környékén kerékpárutak, például most ott épül. Az a feladatunk, hogy ezeket a hálózatokat összekössük, és egy több száz kilométeres egységes rendszer újuljon meg, vagy jöjjön létre. Első a mozgás, vigyük ki a gyerekeinket kicsit kerékpározni, vagy mozogni. De tudnám mondani a közintézményeknek a befejezését, nagyon sok iskolában most indul, Hevesen a Zeneiskola, Hevesen a Hevesi József,
de indul a Benedek, 60-ban mozzajlik a Lesztainak a felújítása, indul a Bajza bővítése, a zeneiskola felújítása, a Széchenyi Római Katolikus Középiskolában most várjuk azt a lehetőséget, honnan tudjuk fejleszteni, építeni. Hortnak indul a felújítása, Tarnaörsnek indul az energetikai felújítása, és nagyon sok helyen belső, tornatere, milyen dolog, a kicsinek is örülünk. Tehát amikor például a Kossuthban a mosdóhelyiségek megújulnak, 30 vagy 40 év után, attól úgy fülig ér a szánk. De hát annyira, én annyira tudok neki legalábbis örülni, hogy ez egy pozitív dolog. Tehát tervek vannak, és ezeket visszük tovább. És miközben ön dolgozik, a kormány dolgozik, teszi a dolgát mindenki, épül az ország, erősödik a térség, azon közben ugye az ellenzék már javában, már jó ideje kampányüzemmódba kapcsolt, és megpróbálja megakadályozni minden értékünket. Hogy látja ezt? Hát, hogy fogalmazzak? Igen, meglepett az ellenzék gondolkodás, mondja, hogy végre már az eszét kéne használnia, de nem azt használja. Kiáll, hogy Heves környékén nincsen házi orvos, és az orvosi rendelők rossz állapotban vannak. Én mindegyikről úgy tudom, hogy vagy föl van már újítva, vagy új van épülve, például Hevesen a járóbetegellátó gyönyörű épület lett, vagy pedig most épül. És én úgy tudom, hogy mindenütt van orvos, sőt, az év házi orvosának választott körzeti orvos is ott dolgozik, és régóta ott dolgozik. Tehát én nem tudom, hogy ilyeneket hogy mer kimondani. Vagy a 60-i kórház, ahol országos átlag feletti a betegeknek a vélemény alkotásakor a pozitív vélemény. Tehát messze többen szeretik a 60-i kórházat, mint más országos kórházat vagy vidéki kórházat. Tehát én nem értem. Én nem értem ezeket a gondolkodásmódot. Én a következőben hiszek, és csak ebbe hiszek. Én itt élek, itt nőttem föl. El tudom mondani, hogy melyik lejtő nehéz kerékpárral föltekerni. El tudom mondani, hogy a széleskő milyen mély vize van. El tudom mondani, hogy nagykökényesen a kastélynak melyik a legszebb része. Én el tudom mondani, hogy mi van Tarnazsadányban, 40 évvel ezelőtt itt milyen üzem volt. Azt is el tudom mondani, hogy Hevesen a strandnak hol volt a legforróbb a víz, amikor kifolyt. Na most, aki így hisz, az úgy gondolom, hogy hiteles. Nekem senki nem mondja meg azt, hogy ilyen a vidék, ilyen az ország, valami rossz, valamilyen, valamilyen. Én itt vagyok otthon, ez a szülőföldem, ehhez ragaszkodom, ismerem minden pontját, a földutakat, és tudom, hogy mennyit fejlődtünk, mennyit dolgozunk azért, hogy ez jó legyen. Mindenkivel, polgármesterekkel, képviselőkkel, itt élőkkel, mi ezt tudjuk. Hiteltelen az, amikor nekem valaki mond valamit, és az valótlan. Ráadásul mondok valamit 2008-ban, meg is szavazom, például valamit törlök 13. havi nyugdíj, aztán néhány évvel később azt mondom, hogy ez hiba volt, és hogy ez mégiscsak jó dolog. Aztán megint azt mondom, hogy de mégiscsak törölni kéne, mert nem jó ez így. Tehát ezek a mondatok nekem, ezek hiteltelen mondatok. Nem értem ezeket a támadásokat, nem értem a dolgot. Talán az a baj, hogy sokan vagyunk így, hogy elkezdünk gondolkodni, amikor hallunk egy mondatot, mi a valóság alapja. Aztán rájövünk, hogy semmi valóság alapja nincs, csak egy blöff, hogy valamiről rosszat mondjak. Nem lehet úgy élni, hogy folyamatosan savanyú módon kritizálok, hanem oda kell jönni, és meg kell tanulni. Szoktam mondani, ezt sokan ismerik tőlem, ha a szomszéd füve zöld, mert jó működik, akkor megkérdezem a szomszédot, te figyelj már, hogy csinálod, mert én is úgy akarom, hogy az enyém is zöld legyen, de nem irigykedek rá, hanem jövök és megteszem. Én velük nem találkozom, tehát mindig az utolsó egy-két hónapban jelentkeznek. Hiteltelen, nem tudok vele mit kezdeni. De ha már hiteltelenség és valótlanság, akkor beszéljünk egy kicsit az ön ellenfeléről, Koros Lajosról. Aha. Nem tudom, hogy ő is ilyen jól ismeri esetleg a térséget, mint képviselőjelölt úr. Na de nem is ez a lényeg, hanem biztosan a nézők is emlékeznek arra, hogy ugye ő volt az MSZP-s politikus, aki tavaly nyáron például kamu videót készített egy álmentőssel, aztán kiderült, hogy semmi nem igaz abból az interjúból. Ő volt az a politikus, aki később egy hamis statisztikát tett közzé, ugye azt állították, hogy a koronavírus a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon, ugye ez sem volt valós. Szóval
folyamatosan támadja a kormányt, a Fidesznek a politikáját, de mit szól ön ezekhez az akciókhoz? Azt látom, hogy Kóros Lajos veszélyes, mert hazudik. És itt vidéken az emberek pozitívan állnak mindig a másikhoz, ezért be lehet őket csapni. Lásd az unokás csalók, hogy vidéken azért többen elfogadják ezt a gondolatot. Kóros Lajos ugyanezt játssza el, kiáll és határozottan állít valamit. Na most mi tudjuk, én azt javaslom neki, hogy például ne menjen mentősök közé, mert nem biztos, hogy pozitívan nézik a dolgot. Olyan érzésem van, mintha ő azért drukkolna a pálya széléről, hogy valami ne sikerüljön. Ne épüljenek utak, szűnjön már meg, hát ne épüljön, mert nekem az a jó, mert abból lehet balhét csinálni. Az biztos, hogy nem ismerik az emberek, nem járja a településeket, én nem találkoztam vele túl sok helyen, még úgy se, hogy valahol valamelyik településre, én minden negyed évben kivétel nélkül minden településen végigmegyek. És még úgy se, hogy mondjuk mentem valahová és azt mondták, hogy na itt volt Kóros Lajos. Az, hogy a választások előtt még nem régen Budapesten szeretett volna indulni, aztán most kiderült, hogy Heves megyét választja, abból is a hálamas választókerületet. Én ezt nem értem, én nem szeretném őt bántani, csak nem értem azt a gondolkodásmódot, ahogy ő veszi a bátorságot, hogy véleményt mond egy olyan térségről, amit nem ismer. Ha 10-20 év, és itt van, és velünk együtt él, és végigmegy, akkor el tudom képzelni, hogy tud kritikus mondatokat mondani. De van még egy fontos dolog. Azt a mondatot szeretjük, hogy szerintem ez nem jó, de helyette tudok egy jobbat. Például ezt. Az, hogy helyette legyen kormányváltás, az nem jobb megoldás. Mi operatív, mi gyakorlati módon gondolkodunk. Abba ezek a gondolatok nem férnek bele. És akkor Kóros Lajos nincs egyedül. Hát azért vannak akár nevesíthető, de nagyon-nagyon sok névtelen segítőtársa, akik ugye mindent megtesznek a világháló által adott lehetőséggel, hogy akár áruhában, álnévvel, álprofillal ontsák a hazugságokat. Ön hogy látja a kampány eszköztárába ez mennyire fér bele? Maga a világháló egy olyan lehetőséget teremt, hogy lehúzok egy függönyt, aztán akarok gyorsan kinézek arról, meg visszabújok mögé, és úgy gondolom, hogy sérthetetlen vagyok, és sajnos a kettős mérce miatt a világháló ezt meg is engedi, hogy ez gyakran így legyen. Bárcsak lenne egy olyan készülék, amiben minden ilyen állításpontot bemegy, és kijön a másik végén, hogy ez igaz vagy valótlan. Nem sajnos, de abban biztos vagyok, hogy kijönne a 99%-ról kiderülni, hogy valótlan, vagy csúsztatás. Mert azt a játékot is ügyesen játsszák, hogy csúsztatnak. Még egyszer azt mondom, hogy én a munkába hiszek, az elvégzett munkába, a lendületbe, hogy megyünk előre, van kreatív ötletünk. Nagyon sok olyan ötlet van a térségben, meg országosan is, ami ebből a térségből indult ki. Tudok több ilyet mondani, Bosch logisztikai park például, de más ilyen nagy ötletek vagy jó gondolatok, ami országosan vetítve is jó dolgokat hozott magával. Lehet ebbe beszállni. Az, hogy leírom, hogy nem épül út mondjuk Tarnaörs környékén, aztán épül a Viszneki útszakasz, tavasszal be is fog fejeződni, épül a Tarnaörs, most Erknél tartunk, és nem sokára az Erk-Tarnaörs közöttit is meg fogjuk építeni. Hát ennyire nem látni, vagy amikor elindítunk egy pályázatot, ugye a papírokat törvényesen meg kell csinálnunk. Ha nem törvényes, abban a pillanatban ők támadják legelsőnek. Viszont a törvényes papírodás mondjuk 2 év, és akkor azt mondani, hogy nem újul meg a nagykőkényesi kastély? Ja? Hogy már rajta van a vakolat, és a bútorokat várjuk, és nem sokára megnyitjuk? Vagy a hevesi strand majd nem fog megépülni? Mind az öt elem, az uszoda, maga a strand, a kastély, a turisztika, tehát a vendéglátás, egyéb dolog, és maga a Vicántó, mind az öt épül. Megfelelő poszton állnak papírozásba, nem sokára át lesz adva. Én ennek hiszek. Tehát ezeket szídni szerintem komolytalan. Ugye ezek azok, amelyek mondjuk az ő munkáját érintik. Tehát volt már választás korábban is, emlékszünk rá, a családját sem hagyták ki. Hát nekem ez a legszörnyűbb dolog, amikor barátokat, kollégákat, családot, ők nem közszereplők. Én azt nem mondom, hogy hozzászoktam, mert az ember nyilván ezt nehezen dolgozza fel ezt az egészet. Nem így születtünk, tehát nem így neveltek a szüleim, nem így neveltek a nagyszüleim.
Viszont az, hogy bántják a családtagjaimat, az, hogy bántják a kollégáimat, a számomra elfogadhatatlan. És valótlan pletykás dolgokkal, állításokkal fussunk versenyt. Aki jobban ugorja a gátat, gyorsabban fut, többet teljesít, nagyobb munkát tesz le, nyerjen az. De ne az, hogy azt kiabálom, hogy valaki rúgja már össze a bokáját, vagy egy bottal csapja már össze, vagy valami. Tehát, hogy bármi áron gátlástalanul, ez a hatalmi pozícióért való támadások, ez nem tartom korrektnek. Én nem tudom elfogadni, hála az égnek, hogy nem vagyok ilyen, de nem is leszek soha ilyen. Nézzük akkor a kampánynak a konkrét elemeit. Hát nem csak Kóros Lajos van itt ellenfélként, mert azért egy választáson azért vannak más erők is. Tudni már, hogy kik lesznek még az ellenfelei, képviselő úr? Én kész vagyok, és ezt az egészet nem úgy kezelem, mint egy ellenfelek vagy egyéb dolog, hanem egy olyan megmérettetés, ahol az itt élők, az itt lakók véleményt mondanak az eddigi munkámról. Ez mindig 4 év munkája legalább, de inkább 10-12 év munkája. Elég régóta teszem ezt a dolgot, és leteszik a voksot amellett, hogy hisznek, hogy a következő 4 évben tudok többletet hozni a térségnek. Én erőt érzek magamba, kész vagyok a megmérettetésre. A baloldali, az összefogási baloldal, vagy nem tudom milyen színnek mondjam őket összességében, rajtuk kívül látunk más indulókat, mindig a demokrácia jegyében ez meg szokott történni. Valamikor 8-10 induló van, most én úgy gondolom, hogy legalább 3-ról már hallottunk. Nyilván aki szombaton indul, az aláírásgyűjtés, én bízom benne és kérek mindenkit, hogy támogasson aláírásával, hogy induljak. És valószínű, hogy még más is össze fogja gyűjteni az indulásról szükséges 500 aláírást, és ők is fognak indulni. Én a magam részéről azzal az értékkel, azzal az értékrenddel, amire hivatkozom, azzal szeretnék nyerni, és arra, hogy amikor a választás követő első nap van, ez konkrétan április 3-át követő első nap, én már akkor dolgozni fogok. És már jár az agyam, hogy miben tudnék segíteni az itt élőknek, hogyan tudnánk jobbá tenni a létünket. Hát akkor a legfontosabb kérdéshez jöttünk végül is el, bár még nincs vége a beszélgetésnek. Hát mi a választás tétje, ugye? Ez a lényeg. Ha a családunkban körülnézünk, mindenki, akkor látja, hogy a 10 évvel ezelőtti, vagy 12 évvel ezelőtti kormányzathoz képest mi az, ami megváltozott. És az a tétje, hogy ezeket meg tudjuk őrizni. Ez az értékrend, ami arra alapul, hogy tiszteljük a múltat, és építjük a jövőt, hogy előre megyünk, hogy mindig hozzáteszünk csak, és nem elveszünk, hogy soha nem rombolunk, hanem mindig építünk. Ez a tétje. Az, hogy meg tudjuk-e tartani a családtámogatási rendszerünket, hogy sok gyerek és sok unoka legyen. Az, hogy rengeteg 4 gyerekes család van, csak úgy mondom már, ami nekem kimondottan öröm. Az, hogy az időseknek a biztonságát meg tudjuk őrizni, hogy értékelő legyen a nyugdíj, hogy adjunk nyugdíjprémiumot a megtermelt többletjövedelemből, amit az ország megtermel, hiszen a nyugdíjasok dolgoztak meg érte. Hogy a 13. havi nyugdíjat még egyszer eszébe ne jusson bárkinek, hogy elveszi. Hogy emeljük az egészségügyi dolgozóknak a bérét, a pedagógusoknak a bérét, a szociális terület. Hála az égnek, hogy most komoly emelést tudtunk már a szociális területen dolgozóknak. Hogy a minimálbér, a szakmunkás minimálbér, a szakmai minimálbér 260 ezer legyen, hogy 200 ezer legyen a minimálbér, hogy toljuk fel a fizetéseket, hogy minél magasabb lehetőség legyen, hogy igenis meg tudja azt a kormány tenni, hogy azt mondja, hogy a rezsicsökkentést továbbra is megtartom. Most néztem épp egy számot, ez családonként 30 ezer forint minden hónapban. Nem mindegy, hogy a gyereknek veszek-e rajta mondjuk könyvet, vagy elviszem kirándulni a gyerekemet 30 ezer forintért, vagy energiára ennyivel többet fizetek ki. Meg kell nézni Nyugat-Európa most, hogy szenved, hogy kilódik. És szűkebb értelemben, hogyha a saját választókerületére gondol, akkor mi a választás tétje? Mindenképpen az, hogy azon az úton, amin elindultunk, menjünk tovább, hogy hozzátegyünk, hogy építsünk, hogy befejezzünk minden utat, minden országutat, nem sok van már hátra, hogy minden településen, minden belterületi út meglegyen,
hogy minden iskola, minden óvoda meg legyen újítva, hogy minden bölcsőde rendben legyen. Hát ezek, hogy mindenki, aki itt él, úgy érezze, hogy olyan, mintha bármilyen nagyvárosban élne, de mégis nyugodt körülmények között, békében, nyugalomban. Hogy megmentsük az őseink által ránk hagyott régi épületeket. Butler kastély erdőterek, ugye különös házasságnak a kastélya, a Butler grófok. Azon dolgozunk polgármester asszonnyal, hogy sikeres legyen a pályázatunk, és felújítsuk. És még van ilyen feladatunk, Tarnamérei kastély. De tudom sorolni a többit is. Például a Kiskörén a különböző turisztikai fejlesztéseknek a befejezése, ott a rafting pálya, amit a kormány csinál. Ezek nekünk olyan büszkeségek. Vagy Hevesvezekény, ahol két kis kastély van, mind a kettő ékszerdoboz. De tudom mondani, Tarna-Szentmiklós, bárhol, és akkor mondom, órákig tudok erről beszélni. Ez mind a tétje, de nem ez elsősorban, hanem a családjaink, a gyerekeink, a jövő, hogy mit adunk át az unokáknak, a gyerekeinknek, mit adunk át nekik ajándékba. Na ez a tét. Azokat az előnyöket, pozitivitásokat ne veszítsük el, amit már elértünk. És most már a kampánynak a finise felé közeledünk, hiszen megindul ugye az aláírás gyűjtés, a támogatás gyűjtése. A felvételt most nem titok, előtte készítjük még, szombaton indul az aláírás gyűjtés. Kiknek a támogatására számít főként a kampányban, képviselő úr? Hát ha széles körbe gondolkodom, akkor azt mondom, hogy 84 ezer választási jogosult támogatására számítok, bízva, hogy látják azt az erőt és a szándékot, és amit bele teszek itt a munkámba, és amit nem kivélve senkit, és semmit megyek előre. De természetesen vannak nagyon jó kollégáim, vannak közvetlen vezetőtársaim, térségi vezetők, vannak aktivisták, több százan vannak aktivisták, akik segítenek. Egyedül egy fecske nem csinálni alatt. Ezek a magyar közmondások nagyon jók. Én se tudnék világot megváltani egymagam. És hát számítok a polgármesterekre, az intézményekbe dolgozókra, a képviselőtestületekre, azokra, akik itt élnek ezeken a településeken, 60, Heves és a térség valamennyi városában és falujában, és mindenkinek kérem a támogatását, segítségét. Ha én nagy erőt kapok lelkileg, nagy támogatást kapok lelkileg, és szavazatokban is, azzal sokkal erősebben tudom képviselni ezt a térséget. És mindent meg fogok tenni érte, mint ahogy eddig is, hogy ez sikeres legyen. Biztosan a nézőink és a kedves közönség is látja és hallja a jelenlegi közvéleménykutatásokat, pozitív képet festenek a jobboldal szempontjából. De mindannyian tudjuk, hogy az utolsó egy hétben, vagy az utolsó napokban is bármi megváltozhat, bármi eldőlhet. Vannak, akik ennek hallatán, vagy a számok hallatán azt gondolhatják, hogy ők is jobboldali érzelműek, egyetértenek a Fidesz politikával, de akkor minek menjenek el voksolni, úgyis elmegy annyi ember, hogy plusz-minusz egy fő az már nem fog számítani. Képviselő úrnak mi a véleménye erről, hogyan lehet érvelni, és hogyan lehet motiválni azokat a választópolgárokat, akik így gondolkoznak? Talán egy kicsit vicces példával szeretném kezdeni. Volt egy olyan polgármester választás, ez Borsodapói Zemplén Benyébe, ahol két szavazattal kikapott az épregnáló polgármester, és nem lett polgármester. És utána a szomszédja ment hozzá, hogy mea culpa, mea maxima culpa. Négyen vannak szavazási jogosultak, négyen elmentek kerékpározni aznap, és nem mentek el szavazni, mert úgy is meg lesz. Hát nem lett meg. Szükség van minden szavazatra. Minél többen, minél erősebben, annál erősebb a parlamenti képviselet, és ha nem megyünk el, akkor elveszítjük a lehetőségét, hogy véleményt mondjunk. Négy évente a demokrácia az arról szól, hogy egyszer szavazunk. Szavazunk arról, hogy ki legyen az országot irányító párt, és ki legyen a helyi országgyűlési képviselő. Mindenképpen fontos, hogy mindenki menjen el szavazni. Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Egy száz érna nem erős, de egy kötél az nagyon, és ez nagyon jó példa erre. Összefogásban van az erő, el kell mennünk szavazni mindenkinek. És tényleg arra fogunk mi is mindenkit kérni, hogy menjen el mindenki. Ha tehetném, mind a 84 ezer választópolgárhoz elmennék személyesen, és beszélgetnék vele.
Nagyon-nagyon sok munka van ön mögött, vagyis az elmúlt években, amit elvégzett a ciklusban. Ugye a munka önmagáért beszél, mondaná, meg szerintem mondja is ön is. De hát azért mivel kampányolna, mi az, amit még mondana a választópolgárnak, hogy a jövőben, az elkövetkezendő esztendőben, amennyiben folytatja a munkát, mit tenne? Egyrészt, hogy én szívvel-lélekkel teszem, amit teszek. Tehát amikor az én arcomon mosoly van, az valódi mosoly. Ami az eszemben, az van a szívemben és az van a lelkemben. És én tiszta és egyenes ember vagyok, ezt szeretném továbbvinni. Másrésztről pedig, amikor hallok valami kérést, legyen az egy magánszemélynek a kérése, hogy bajban van egészségügyileg, segítsek neki. Vagy hallom, hogy egy önkormányzat szól, vagy egy civil szervezet, vagy egy intézmény, azt mindig elraktározom, és addig nem nyugszom, amíg azt meg nem oldottam és meg nem tettem. Tehát aki rám szavaz, aznak tudnia kell, hogy apait, anyait belenyomva teljes erővel fogom nyomni azt az egész kérdést. Az elmúlt időszakban a munkámmal bebizonyítottam, vagy letettem az asztalra, hogy tudok menni, és van bennem kitartás. Én azt szoktam mindig mondani, én az a fajta ember vagyok, aki mindig megy fölfelé a hegyen, sose fordul vissza, amíg a csúcsot el nem éri, amíg egy célt meg nem valósít. És a másik, hogy ismernek, tehát aki beszélget velem, az tudja, hogy normál, hétköznapi ember vagyok, hétköznapi módon élünk, itt élünk 60-ban, mindenki látja, itt van, tyúkok vannak az udvarunkon, két kutya mászkál, és kikaparja nálunk is a füvet, mint másod, bent két kanári él a házba, és hát itt élek a családommal, a lányommal, mondjuk a nagylányomék és az unokámék, most már jön ott is a második gyerek, ők Aszódon élnek, de ők is itt vannak, a vejem itt dolgozik 60-ba, tehát itt édesanyámat ismerik, postán dolgoztak, mindenki ismeri őket, öcsiméket ismerik. Én egy kézzelfogható ember vagyok, tehát velem kezet lehet fogni, utcán is oda lehet jönni, képviselő úr, tud-e segíteni? Mindig megmondom egyenesen, ez biztos, ez nem biztos. Ez sikerül, ez nem sikerül, de beleteszek mindent, hogy meglegyen ez. Utazzunk egy kicsit a jövőbe, és hogyha majd egy év múlva ismét itt ülünk Katalinnal, és akkor kérdezzük képviselő urat, hogy milyen volt az elmúlt egy év, akkor miről számolna be, miről szeretne majd akkor beszámolni? Munkamániás vagyok mindenek fölött, tehát én mindenképpen munkáról, elvégzett munkáról, meg jövőbeni munkáról. Szeretek álmodni, szeretek kreatívan álmodni a jövőt illetően, hogy valamit meg lehet oldani. Tehát szeretnénk beszélni az elmúlt évben elvégzett munkáról, és a jövőben elvégzendő munkáról. Az, hogy megint tettünk valami jót, az embernek mindig jó szándéka van. A jó szándék az mindig megtérül, a rossz szándék az mindig elnyeri méltó büntetését. Én ebbe is hiszek. Úgyhogy én csupa jó dologról, szép dologról szeretnénk beszélni. Barátokról, jó ismerősökről, olyan polgármesterekről tényleg, akivel tényleg nagyon jó a viszony itt a térségben, kivétel nélkül szinte mindenkivel nagyon jó viszonyban vagyok, úgyhogy én ilyenről, ezekről szeretnék beszélni. Én szeretném azt, hogyha az utcán elmegyek végig napi szinten, akkor oda megyek emberekhez, és megismerem, és ő is megismer. És kezet fogunk mondani, ezt szeretném. Ja, és COVID-mentes időszakot azt tegyük hozzá. Normál, hétköznapi emberi működés, nem kell nekünk nagy dolog, ezzel is megelégszünk. Ezt mi is szeretnénk. Így van, maszk nélkül. Képviselő, nagyon szépen köszönjük a kimerítő válaszokat. Katalin, nagyon köszönöm, hogy a beszélgető partnered lehettem most először. És annak meg pedig nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet. Most már tényleg nincs más hátra, mint hogy fogjunk össze, és április 3-án húzzuk be az X-et Szabó Zsolt neve mellé, és találkozzunk legközelebb a Békemeneten, március 15-én. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet.